Halló, halló, sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna Crusader Kings 3 sorozata. Ahogy látom, itt a Dán háborúval itt még el vagyunk foglalva egy icirikét, szóval ezt gyorsban letudjuk. Azután voltaképpen oda megyünk, ahova akarunk, mert szerintem összisz ez a két trúszunk van, ami, hát figyeljetek, egy mongol háborút az simán jelenthet. Kár, hogy háború közben nem lehet háborút hirdetni. Ez olyan fura egy játékmechanika, hogy valamit nem enged a játék, csak mert. És a történelmünkben meg így a valóságban értitek, ilyet lehet. Tehát, hogy miért? Miért nem? Tehát 97 ezer emberem van. Miért is ne vívjak több háborút több irányba? Amikor csak szeretnék. Ez olyan fura nekem, egyszerűen. Na, hogy nézünk itt akkor? Jó, valaki meghalt. Ezt a régiót szeretnénk elfoglalni, meg ezt a régiót. Ó, nem, itt védekező háborút vívunk a pápa ellen. Legalábbis nekem ő olyannak tűnik, mint aki pápa volt egy bizonyos időben. Fúj, katolikus. Na jó, minden esetre igazából nagyon egyszerű dolgunk lesz, mert csak meg kell tartanunk ezt a pozíciót. Ők háborúban vannak ugye ellenünk, meg ott egy terület, a saját területem ellen háborúzok. Ez egy olyan anomália egyszerűen, amit nem tudok hova rakni. Az, hogy így a saját területünk ellen háborúznunk kell, csak mert. Tű, hát azt ott kiostromoljuk. Az ott meg is lett. Jó, Konrád. Ó, ez kicsoda? Ja, a lányomnak. Jó. Hopp, itt az ostrom emberkénk az elveszett. Az jó viszont, ez a lányomnak a fia? Nem. Nem, egy másik dinasztiának. Viszont az ő gyermekük még mindig Árpád. Aha. Hát őt nem engedjük házasodni. Sőt, tudjátok mit? Elkezdem már most én hozzáadni valakinek, mert... Hát ennyit erről. Nem adjuk hozzá senkinek. Senkinek nem engedi. Lehet, hogy nem tudom, mert nem nálam van. Így, invitáljuk át. Imre lesz a jövőbeli uralkodónk. Nem tudom átállítani. Ah, nem. The employer can change the focus. A munkáltatója? Az én fiaimat is remélem majd a munkáltatom dönti el, hogy mire tanítom. A munkáltatom, értitek? Ah, abszurd. És tudom esetleg a házasságot? Jaj, ne! Shadow over Witterbow. Ez melyik település? Ezt elég nagy izével jelzi. Oh, Olaszország. Két érdekel. Jó, legalább én tanítom. Ennyit talán az, ami pozitívum. Ez miért nincs ez a terület most elfoglalva? Ja, ott is van egy erőd. Hú, annyira fura, most nagyon sok Oxygen Not Included-ot játszottam. És annyira fura az irányítás így az időállításból, meg a képmozgatás szempontjából. Murder Scheme Power? Hostile Scheme Success Chance? Nem. Enemy Hostile Scheme Success Chance. Ez az, amit szeretnénk. Disrupt Scheme Effective. Ezt az egész ágat szeretnénk. Igen, és akkor ezzel meg tudom állítani, hogy engem ne öljenek meg lehetőség szerint. Hát ezt a háborút meg is nyertük. Köszönjük szépen. Ki van még ellenünk? Ja, ők. Akkor te menj oda, te menj oda. Ja, Norvég. Hát mindegy, ez itt most szabadon van, tehát ameddig... Ja nem, ez ebbe a háborúba tartozik. Aha. Jó.
Hát, ameddig úgyis azt most ott foglalgatom, akkor addig csináljunk itt mást. Építkezés. 1500. Azt a mindenit. Jó, nem baj, barátkozzunk. Nem akartam rosszba lenni vele. Most pont jó kedvemben kapott el, tudjátok. Most éppen amúgy is építkezésekkel foglalkozok. Szórom a pénzt, most ilyenkor boldog az uralkodó. Mindjárt el is fogyott. Hopp, ez mindjárt elkészül. Ezt nem tudom maxolni. De lehet, hogy ezt fogom tudni fejleszteni még. Azt kéne mindenhova fejleszteni. Pont fordítva kéne... Már megint nincs itt egy ostrom emberem. Hát nem hiszem el. Esküszöm nektek, legközelebb, ha játszok ezzel a játékkal, valószínűleg úgy fogom összeállítani az ilyen dinasztiát, vagy nem is a kultúrát. Talán a kultúrát inkább, hogy ostrom felszereléses trétet kapjuk meg folyton. Ellenséges sereg valahol van. 6000 fő. Há, jó. Vadi Elmilk. Tjő, barátom, hát te hol vagy? Hát ti honnan jelentetek meg Afrikában? Az első afrikai magyar terület. Na, végeztünk. Itt van egy területem, viszont itt van Dánia. Ez Svédországhoz tartozik, ez Lotharingia. Jó, hát akkor ezt a területet ezt odaadjuk a dánoknak. Így. És még azt a részt el kéne ott foglalni. Meg persze egész északot itt. Itt van Finland. Sápmi, Norvég. Egész szépen egyé álltak. Most már Esztóniát lehetne itt még el... Hopp, itt van valami ábruja. Holy War for Kingdom of Estonia. Ő... támadja őt. Ó... be tudok állni? Offer to join war. Nem. Miért is tudnék az uralkodómképpen beállni? A nemesemnek a háborújába. Pedig tök jó lenne, mert az esztóniai királyságot akkor egy az egybe elnyelné, de hát így nem fogja. Esetleg... ugye itt nem az ő claimjét tudom megtolni. Esztónia szövetségben van valakivel? Nem, még szövetsége sincsen. Nem is vagyok ellenségbe velük, látjátok? Tehát nem is mutatja, hogy ellenségesek lennénk. Á, pedig olyan szívesen megcsinálnám, hogy oda megyek, csak beküldöm az embereimet, és egyszerűen szimplán megverem őket. Ezt tudjátok, hol lehet nagyon-nagyon jól csinálni? Az összes olyan kultúránál, amelyik tud fosztogatni. Tehát át tud menni, és akkor ki tudja fosztani az adott területet. És amint ugye elkezdesz fosztogatni, ellenséges állapotba kerülsz az ottani uralkodóval. Szóval azt tudod csinálni, hogyha ilyen van, hogy a nemeset támad valakit, akkor átmész fosztogatni, és egyszerűen szétvered a seregét, hogy segítsél neki. Szóval ebből a szempontból nagyon király. Az olasz himlő. Az is 200 embert legyalult. Látni akarom a fekete pestist. Alig várom, hogy legyen, értitek? Tehát így az emberek nagy része valószínűleg fél a pestista. Én azt akarom, hogy megjöjjön. Na, kedves mongolok, én itt látok egy mongol területet. Én azt mondom... na. Azt is visszük, ezt is hozzuk, tökéletes. És csak prestige-be kerül. Hát, emellé azért csak megtámadnék még valamit. Ez olyan kevés, nem? Ott is van, tessék. Hopp. Kapcsoljuk itt össze a területeinket. Ez countyval meg lehet oldani? Countyval meg lehet oldani. Bam. Gyönyörű. Hát ez itt szép összetoldás lesz. Özland? Ha, esetleg? Dejura területe? Dacsi? Ó, elég nagy területekből áll. Bashi Kiriát, hogyha elintézzük, akkor az úgy szép lehet. Négy háború.
Átmenjünk Atrakiadba, vagy hova? Azt is elhozni? Kicsit overkillnek érzem most már ezt a nyugati háborút itt. Várjátok, erről készítek is egy képet, mert mindig elfelejtek képeket készíteni, és nincs a videóimhoz képek. Így nem. Na, itt valahol van egy zászlónk. Itt is van. Ó, ez bőven elég. Too scared to speak his mind. Tökéletes. Mindenki féljen. Egy szót ne szóljon senki ellenem. Mit szeretétek? Ransom. Jó, menjetek mindannyian. Elengedünk mindenkit. Küldjetek a pénzt. Nagyon jó ez az uralkodó ezzel a 300 supply-jal. Ez a 300 supply szerintem el is fogja látni a teljes sereget. Bombások. Egy darab armed footment lehet elküldök velük. Ja, egyet elküldünk, és akkor legalább van néhány támogatásuk, meg egy pár lovagot. Így egy négy lovagot még kapnak. És legyen a fosztogatós raid. Speed, hát az... Nem, legyél te a Raftarine expert. Jó. Arra megyek, hogy ők mennek éjszakra. Tehát az a szándékom, hogy... Mondjuk meg kéne néznem, hogy itt 7000 fő, 2000, 1000... Jó, nem, akkor ők mennek délre. Ők mennek délre, mert akkor délen valószínűleg kevésbé lesz ellenállás. Meg megyünk éjszakra. Ezt hogy érzitek egy harmadik sereget is fenntartani? Amit konkrétan annyi parasztot felemelni, hogy két ostrom sereget tudnék vinni. És lenne a fő seregem, ami meg csak úgy csatározik, csak ahhoz kéne még egy ostrom felszerelés. Á, annyira sajnálom, hogy nem lehet összerakni így külön seregeket. De főképp csak ennyire nagy országnál érzem ezt. Tehát amikor kicsi, egy kis királyság vagyok, és egy sereget hozunk össze, az annyira nem... Nem értitek, nem annyira érzem, hogy nagy probléma lenne. Az jó lesz nekünk az a dredes. 99 dredünk van. Natural dred, meg 93. Úgyhogy nem is igazából az volt a szándékom, hogy nagyon megfélemlítsem őket, csak azt akartam, hogy ne öljenek meg. Azt erre ott vagyunk konkrétan, hogy megfélemlítek mindenkit is. Hoppá, ott egy kajálásra elhívtak. Na, ott mennyien vannak, már megyünk is verni őket. Na, szenved a játék, így érzem, hogy így megnyomok valamit, és mintha internet lag lenne. A négyes sebességem most már ennyi idő után már a gépem nem bírja a felvételt, meg a négyes sebességet egyszerre. Liszva. Tyó, kit érdekel? Özland. Nem baj, legalább szenvednek itt az ellenségeink. Hát ezt elvertük. Ez egy gyors háború volt. Ezt a területet itt el is kezdjük. Oh no! Csak annyit veszünk el? Én azt hittem ezt az egész kettőt. Hát akkor itt marad egy terület. Az szomorú. Na, várjatok, kaptunk területet. De ahogy adunk izé járványügyi támogatást. Nem itt kaptuk? De. Ki van itt? Jalmat, Duchy of Jalmat. Meg itt van Zaporizsa. Kaukázus. Mordvínia. Itt meg nincs senki így nagyban egyben, de itt van Perma igazából. Ha Permát elég nagyra összerakhatnánk. Kingdom of Perma, aha.
Ha elég nagy lenne Perma, akkor tudna foglalni magától is területeket. Ezt a háborút... Ez szerintem a permai... Moskov, Kongur, we belong to a Vazals realm. Become Vazal, becomes King, Vardis Vazal. Igen, ő fogja megkapni ezt a területet. Szóval amondó vagyok, először is követelem azt, hogy kaphatjuk kis pénzt. Legyünk jóban. És követelem, hogy adja, hogy legyen tátosista. És ha ezt elfogadja, akkor őt megtesszük itt a nagy uralkodónak. Egyrészt azokat odaadjuk. De furán kezdtem el hallani. Valami fura a fülesemben, lehet, hogy kezd merülni. Annyira sokat használtam volna. Ó, lehet, igen, mert ki volt húzva a gép az éjszaka folyamán. Oh no! Mert nagyon nagy vihar volt, és nem akartam, hogy bármi baja legyen. Oh no! Ja, az lesz az. Lemerül a fülesem. Itt az összes kis vazallust odaadom neki. A mongol ellen tudjátok egy vazalust összerakni, aki egy idő után majd helyettem is foglalgat, amikor nekem békeidőszakom van. Én. Hát Zaporizsát azt nem tudjuk odaadni, de minden, amit foglalunk, azt még oda tudjuk majd adni neki innen is akár. És aztán jó lesz ez. Mondjuk annyira nem egy erős uralkodó, 2800 fővel, remélhetőleg most, hogy ennyi területet kapott, majd egybe tudja tartani. De még ha nem is tudja egybe tartani, akkor is majd valaki átveszi az irányítást helyette ott. Ide berakhatnánk valakit, aki erős uralkodó. Te miért számítasz erős uralkodónak? Mondjuk 15 000 főd van, de hát attól függetlenül figyelj már. Alig van izéd. Ortodox magyar vagy. Hát nehogy már. Mit képzelsz magadra? Álljál át az egy igaz Isten vallásra? Na azért. Akkor valaki olyat kérek, aki megérti is a feladatát. Megnyertük a háborút. Ennyi. Ez is megvan. Ezt a területet is átadjuk neki. Ó, bizony. Megjelent egy járvány Bizáncban. Mi a fene? A möger himlő. Kedves emberkém, tessék azonnal ellenállást növelni. Na oké, jó lesz egy alapreakció. Csak, na, várj egy pillanatot, hagyj rakjam össze itt a dolgokat, mert itt vannak területek megint. Oda is adjuk neki. Így. Ezt is megkapod. Ezt is megkapod. Még ezek is a miénk, tényleg. Még ezeket is megkaphatná, és akkor teljes keleti hatalom lenne itt. Tudjátok mit? Át is nevezem. Mongol verő lesz a neve. Mongol verő. Ez meg verői. Monverői. Így. Finish. Na, megkapod ezeket a területeket is, barátom. Olyan polgárháború fog itt kialakulni, figyeljétek meg. Én már most látom. Egyszerűen nem fogja tudni egybe tartani szerintem ennyi területet. De nem baj, legalább az ő problémája lesz, nem az enyém. És még akkor még foglalunk itt, ugye? Ó, elveszítettem azt jóval csippemet már. Kineveztem valaki olyat, aki ezen a területeken volt. Oké, ti menjetek át oda. Itt a... Oké, sikerült megállítanunk ott a problémákat. Itt egy ostromot csináljatok gyorsan oda. Ha mondjuk még a mongol verőink azok kapnak még területeket innen is. Jó, a fülesemet el kell intéznem, mert meg akar halni.
minőségben ez egy jobb füles, csak egyszerűen annyira zajszűrő, hogy nem hallom magamat. Ami azt eredményezi, hogy jobban üvöltözök a kelleténél. Na, így. De exponenciálisan jobb a minősége. Egyrészt térbeli hangzása is van, másrészt ugye zajszűrős is, szóval mindent így körülöttem így kizár, szóval jobban hallom a dolgokat. Megnyertünk még egy háborút. Úgyne. Meg hát az a füles nagyon öreg. Oké, neked odaadjuk ezt a területet. Vazalust adunk? Nem, területet közvetlenül, az nagyon jó, most már 7 területe van a 6-ból, ami lehet neki. Ezt ott elverjük, illetve... Hol van olyan a mongol uralkodó? Tjö! Lent Etiópiánál kb. Az nem Etiópia, csak... Na. Utpala, nem tudom, Etiópiának olvastam hirtelen. Az a keleti Etiópia. Elfoglalva. Az is menjen akkor. Ez micsoda? Ó, ezt figyeljétek már, az ott... Az ott konkrétan egy tömegzsír. Sír. Tömegzsír. Ez egy tömegzsír. Ez egy tömegsír. Mit szeretnél? Nem tudom. Oké, megértették a problémáimat. Meg tudtam győzni őket. Na, valamilyen háború már van most. Igen, kialakult itt egy polgárháború. Függetlenségi háború. Először is követelem, hogy álljatok össze. Hogy? Álljatok át ide, és... Nem tudom követelni nekik, hogy hagyják abba ezt a háborút. Hát, független lesz. Nincs elég hatalma egybe tartani. Mondjuk odaadhatnám annak is, aki most éppen független lesz, odaadhatom neki a hatalmat. Sajnálom azért, hogy hosszabb időre nem bírta ki. Még talán annyiban tudjuk támogatni. Ha elég pénzt küldök neki, akkor lehet el tudja verni ezt az egész forradalmat. Elegendő zsoldossal. Úgy néz, fel is vett zsoldosokat valószínűleg. Már elköldött egy csomó pénzt. És remélem, hogy zsoldosokat vett fel. Még egy dolgot tudok csinálni. Ő az, aki szerintem a legnagyobb serege... Á, nem, 3000 főt ad. Összességében nagyon kemények. Ha. Akkor még olyat tudok esetleg csinálni, hogy követelem, hogy te is állját, és téged is követellek, hogy konvertálját. Érdekes egyébként számomra, weak hookot kapnám, nem adok hookot neked, hogy ugye ő se fogadta. Hogy megmondom, mint császár, hogy ezek a területek mostantól ő alá tartoznak, ez alá a király alá, és konkrétan egy az egybe az én döntésemet felülírják ezek a nemesek. És érdekes, hogy nem kapok ilyenkor egy ilyen casus bellit ellenük, tudod, hogy elverjem. Jaj, mi ez a Forest in my Dream? Jaj, nem akarok itt mindenféle
nagyon-nagyon durva dolgokat, akasztási sorrend falat így végre létrehozni. Keresztre feszítek mindenkit csak azért, mert az álmaimban ilyen jó dolgok vannak. Innováció elkészült. Ja, hát lassan be is fejezzük az összes innovációnkat. Ezt elfoglaltuk. Hát akkor jöjjünk, nem tudom, foglaljunk itt. Örülnék, ha gyorsabban lezárhatnám ezt a mongol háborút, ha már nem akarnak semmit se kezdeni velem. Most, hogy befejeztem ezt az ágat, szerintem visszamehetünk másra. Stewardship. Ja nem, én egy ilyen diplomatikus uralkodóval vagyok. Valahol van egy olyan, you're able to use the forced vassalization casus belli. Ducal Kangast casus belli. Jó, hát akkor megyünk erre szépen. Ja, legyen ez az ág. És akkor tudunk háborúkat vívni ilyen diplomáciai döntéseket használva. Ja, most Imrét oktatjuk, hogy igazságos maradjon. Az igazságos az mondjuk nem rossz igazából. Tudod mit? Maradj igazság. Mi lehet még? Kallus meg, greedy, de hogy is jó lesz az igazságos. Blankenburg. Á, nem foglalkozunk vele. Itt a járvány már meg is szűnt. Á, nem, de annyira nem aktív. Mennyien haltak bele? Az olasz himlőbe belehaltak már 350-en, a magyar himlőbe pedig 27-en haltak meg egyelőre. Mondjuk tény, hogy be is indítottam ugye azt, hogy ez az orvosos dolgunk tegyen ellene. Van a másik seregem? Itt foglalgat. Bezzeg, én nem kapok 10%-ot egy foglalásból. Egyen meg a pici szíved. Nekem végig kell foglalnom az összes létező kurva területedet. Mert tényleg. Ja, mondjuk egyébként nem vitatom, tehát nála jobban működik szerintem. Tehát így kéne, hogy legyen, hogy ne kelljen ennyire, ne kapjak ennyire sok warscore-t a... Mi az, hogy a warscore held objective? Defense control war target? Mi az Istenről beszélsz? Hát itt végig van foglalva, végig van foglalva. Valahol máshol is van még érdekünk, amiért megy a háború. Végig van foglalva. Végig van foglalva. És ő kapja a warscore-t. Azért nem nyerem meg, értitek? Már nyertünk volna. Hát, jó, hát figyelj, miért megy a háború? Azt mondja, hogy érte, meg érte. Annyira szeretném, ha csak ráközelíteni. Jó, hát itt van egy terület, köszönjük. Várjunk. Akkor itt van. Nem ez. Itt ez, ott a gyerek, itt a csaj, itt van még egy terület. Hát én ezt tökre nem értem. És próbálom nézni, hogy valamit kihagytam volna. De hát nem. De azok a területek, amiért megy a háború, az el van foglalva, sőt, még több is. Ez csak egyedül azért nem bosszantóbb ennél, mert amúgy valószínűleg nyerni fogunk így is, úgy is. Tehát, hogy nem sok esélye van, ha azt nézzük.
De ha sokkal közelebb lennék ahhoz, hogy á, nem biztos, hogy összejön, akkor ez így nagyon-nagyon idegesítő dolog lenne. Na, van egy frakció. Jó, hát szeretném magát. Mi van, te nem vagy izé, tártasista? Hát mit képzelsz magadról? Az ír katolikusok is lázadni akarnak. 900 arany, csak azért, hogy tártasista legyen. Ez kevés pénz nekem, barátom. Ez kevés pénz. Ez kevés pénz azért cserébe, hogy az egy igaz Istenbe hiszel. Vagy Istenekbe, attól függ, hogy hogy nézitek a tártasista vallást. Itt keveri a játék nagyon. Tehát itt Istenről beszél, de közben meg a tártas vallásban ugye nem Isten volt. Nem úgy igazából, tudjátok, így Istennek hívott dolog. Na, neked szépen most meg is adtuk azokat a területeket. Ó, mindent megkaptál, ami kellett. Hell yeah. Mindent odaadtunk. És az a kérdés, mennyien vagytok? 6000-en vagytok, 10000 fő ellen. Ő neki nem olyan nagy serege van. Kinek van itt nagyobb serege? Ők mennyien vannak? 2700. Neki van a legnagyobb. Nem tudom megölni. Nem. Nek pénze az nincsen. Neki meg van. 1800 zsoldosa is van, csak 10000-en vannak annyi a negatívum. Mindegy. Tessék, itt van még egy pénz. És biztos el leszel. Meglátjuk, mi lesz ennek a háborúnak a vége. Kíváncsi leszek. Még egy keleti háborút vívhatunk viszont. Özlandot elfoglalhatjuk, meg Astrakidet. Meg most ott, ja az nem, az még bennünk van, csak külön válik időnként a háború miatt itt. Oda várjál, ő benne van háborúzni a izé ellen? Ó, hát ez tökéletes! Break the truce. Ó, hát igen, az úgy nem. Áj, de kár! Pedig milyen jó lett volna az a háború. Őt meg valakit elkapták, valamit nagyon nagy háborúk mennek ellene, szóval lehet ez mindjárt meg is szűnik. Áj, de szomorú vagyok ebből a szempontból. Milyen szépen megtámadhattuk volna ott. Hol fejeztetek be építést? Itt ezt fejlesszük magasabb szintre. Maga az erőt fejlesztése az olcsóbb, mint egy-egy ilyen épület, amit benne építesz. Ez hogy lehet? Hű, jól leköltöttem a pénzünket, nem vagy itt elengedünk pár embert. Elengedünk pár embert itt pénzért cserébe, azt azonnal lesz pénzünk. The Plague of War. Na, itt van egy háborunk. Lotharingia háborúzik a franciák ellen. És jelenleg viszont van egy hatalmas járvány is itt, egy ilyen kis lepraság, egy ilyen leprai kitörés, inkább mondhatnánk úgy is. És abba kér minket, hogy lépjünk közbe és állítsuk meg ezt a háborút, hogy ne két ilyen borzalom történjen a népével, mert ez így hazavágja az összes lakosságát, meg mindenkit. Választhatunk úgy, hogy egyrészt ugye fizetünk mindkettőjüknek, hogy... Ó, látom, nem mindkettőjüknek, bocsánat, a Jenőnek fizetünk, a francia uralkodónak, hogy fehér békézzen ki, és állítsa meg ezt a háborút, vagy azt mondjuk, hogy hogy képzeli, hogy ezt követeli tőlünk, ezt kéri tőlünk, és hogy ezt a lepraságot ide hozza hozzánk. Illetve mondhatjuk azt is, hogy diplomáciai úton azt mondjuk, hogy oké, figyelj, hát így is úgy is fizetek Jenőnek, ahogy nézem, viszont befejezzük a háborút, és nem fizetünk annyit. Ó, nem én fizetek Jenőnek, hanem ő fizet Jenőnek, csak rajtam keresztül. Tehát úgymond én így elsimítom a dolgokat. 99% esélyünk van. 99, valamennyi. Szóval ez valószínűleg összejön. Meggyőztük. Így néz, akkor így lezárták ezt a háborút itt egymás között egy időre. Viszont, srácok,
Ezzel én lezárnám ezt az epizódot, remélem jól szórakoztatok, ha tetszenek a videók, gondolkozzatok el azon, hogy támogassátok a csatornát valamilyen formában, csak azért tudok ennyi videót készíteni, mert a nézőim támogatnak, és a legközelebbi videóig nézzetek körbe, ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!